Mondom, 5 mérkőzés, Players Championship forduló volt 3, de idén csak egyszer találkoztak a Baltic Sea Darts Openen, akkor mondjuk Schindler nyert. Akkor egyébként a 16 között, Kielben. Igen, igen, igen. És ha most nyer Schindler, az elődöntője az az a legjobb? Nem, egyszer már volt elődöntője Schindlernek, méghozzá az International Darts Openen idén. Ez a második, vagy a harmadik forduló volt, mindjárt mondom. A harmadik forduló volt Martin Schindlernek. Igen, ott volt egy elődöntője. 26. a világranglistán, Schindler 15. Heta. De Schindlernek nem kell izgulnia azon, hogy a csapat VB-n indulhat-e, mert ha nem sérül meg, vagy nem betegszik meg, akkor ott lesz. Ez igen. Garantálható. Igen, és valószínűleg Gabriel Clemens-szel. Igen. Hát a pedig gondolom Whitlock-kal vagy ott változhat még a helyzet. Túl sok minden nem történhet. Mert hogy nagyjából ők ketten vannak ausztrálok. Bajban lennék, ha föl kéne sorolnom 4-5 ausztrál dartsjátékos. Hát nekem még Corey Cadby jut az eszembe, de ő hát eléggé balhés srác, és nem mindig, sőt nem nagyon kap vízumot, hogy elhagyja Ausztráliát. Azt tudod, hogy Ausztrália volt az, ahova régen a brit fegyenceket szállították ki. Persze, tudom, a fegyensziget volt, igen, 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 igen. A nem véletlen az a csúnya tájszólásuk. Igen. Igen, lehet, hogy onnan jött. Hát 140 Schindlernek. Heta nyerte a buradobást. 140, elég szolid volt viszont Heta bevonulása. Hát, negyed döntőnél járunk. Tudja nagyon jó, hogy ki az ellenfél, tudja, hogy a közönsége is meg kell birkoznia. 140 megint. Remekül kezd Schindler. Egyébként a németek egy félszemmel Tamperére is figyelnek, mert a jégkorong VB döntőjébe bejutott Németország 50 év után megint. Ejha. És Kanadával játszik, el is indult ez a mérkőzés. Ez is nagyon fontos a helyeknek, szerintem. Mert csak azért mondtam, mert ugye prágai versenyen a hoki szerelésbe jött be Heta. Igen. Itt is megtehette volna egyébként simán. Lehet, nem kapott német mezt. Lehet. Azt már elkapkodták. Igen. Igen. Nagyon szép kerekítés 16-ra Schindlertől. 155-re Heta. Nem lesz kiszálló, úgyhogy rádobhat hátsó pályán Martin Schindler a kiszállójára. 95. És akkor dupla 8. Benne is van. Azonnal hátsó pályáról egy leg. Hát azzal, hogy ugye megverte Gervin Price, ráadásul úgy, hogy 5-4-re még a Velszi vezetett, én azt gondolom, hogy kirobbanó önbizalommal játszik ma Schindler. Ugye kiemelt volt, így még Clemens-t kellett megvernie, ez is elég simán sikerült 6-3-mal. Heta Smith-nélt verte 6-3-ra, illetve Kalent 6-5-re. Az a Jacques Dio? Ezeket sosem tudom, Csabi. Nem. Ha jól emlékszem. Ez amikor... Van ilyen darts szótár, ilyen slang szótár. Igen, ha vannak érdekességek. Amikor... Néha lehet amikor böngészni. Ezelőtt 20 évvel elkezdtem dartsozni, vagy sőt, több mint 20 évvel elkezdtem dartsozni, még nem versenyszerűen, akkor utána néztem dolgoknak, de annyira nem maradt meg, hogy érdekeljen. Főleg azért, mert ugye ez a különböző angliai kocsmákban, különböző slangek alapján alakul persze. Ki. Hát a darts is ugye angol találmány, azt mondják, és hát gondolom az ehhez kapcsolódó szótár is, meg az összes szakkifejezés. 99. Igen, hát ugye a legendák mindig az elfáradt angol iászról beszélnek, de az viszont tény, hogy
Franciaországban már játszottak korábban dárchoz nagyon hasonló játékot. Igen, közben Seres Bede megerősített abban, hogy ez a Bag of Nuts, 45 a zsákdíjó. Oké. Legyen igazatok. És ha valaki dob egy 95-öst, az a Baby Ton. Az biztos, igen. A 16-ra kerekít ismét Martin Schindler. Most lejjebb van Damon Hatta, úgyhogy még akár be is fejezheti. Most ő ezt a leget. Hát van egy duplája, van egy nyíl. Nem dobja alatt. Ez természetesen hatalmas örömet okoz a német szurkolók körében. Dupla még egyszer 8. Dupla 8. Egyre közelebb. Nincs benne, jöhet a dupla 10, fügykoncert közepette. Hát szorványos fügy van, és bedobja. Tehát ő is tud egyet brékelni, azon melegében. Valamilyen német zenére jött be ő is, ugye? Igen, 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 helyi nem zenére. Nem Rammsteinre, az biztos. Nem, nem. 57. Négyben a kezdés Schindlertől. Száznyolcvan! Kellett ez most nagyon Hettának. Be kéne húzni a saját kezdését. Száz. Így utolérte csak az ellenfelét Schindler. Ott egy tripla megint. Második fölötte van. Az megaladta. Így dekorálta ki a tripla 20 környékét. Körbevarta. Igen, igen. Schindler viszont 140-nel 121-re kerekít. 164-et meg lehet oldani. Megvan az első tripla 19. Készül a Veronika Bullal. Ó, 25 lett! Ez egy ilyen light 164 volt, tehát majdnem sikerült. Igen. A 121-et viszont a német sem tudja megoldani. 9 és dupla 8. Nagyon jó helyen van a 9-es. Határozott, és a dupla 8 is. Ez nagyon precíz volt. És vezet az ausztrál. Igen. Ez is 140. Ó, 177. Néhányan meghajolnak, de a legtöbben tapsolnak. 140 Hettától. Próbál tapadni Schindler ebben a legben, amennyire lehet. Most 134-el 50-re. Nagyon beindult Schindler. Ez egy bődületes leg most Martin Schindlertől. A 11 nyilas lehet neki is egy. Igen. Na neki áll akkor 18, vagy mire megy? 10-re? 18-ra. Dupla 16. Ott van benne, 11 nyilas. Hazar. 2-2. Nagyon-nagyon jó formában van Martin Schindler. 103-53-mal fordult erre a legre Martin Schindler, és 95-74. De van a Hatta átlaga jelenleg. 2 tripla már benne van. 180!
Nem jön tripla első kettőre. Alul se jön, csak 57 a dobás, ez kevés lesz. Negyedik is benne. Ötödik alatta van. 6-ból 5 tökéletes. Ihletett formában Schindler. Jön Heta, akinek eddig egy European Tour győzelme van. 140. Gibraltar. Darts Trophy. Még tavalyról. Hú. Félelmetes. Nagyon szép 32-re kereki. Igen, hát Hetának oda kell állni, és meg kell próbálni. Nem lesz, nem lesz 164. 56. Megpróbálja most Schindler kicsavarni hát a kezéből ezt a leget. Elsőre nincs meg. Másodikra megvan. 3-2 Martin Schindlernek. Egy ifjú Schindler rajongó. Nagyon szép. Schindler is ifjú még. De már ugye komoly férfi ember, tavaly óta házas. 180! Ott folytatja a labajta az előbb. Az a gondolkodom, mi történt Martin Schindlerrel? Ennyire jól játszani, én még European Tour-on nem láttam. Hát, jó, hát erre gondolom egyszerű a válasz. Persze. Munka, munka és munka. Konkrétan. Negyedik az már alá. 100. És 111-es átlaga volt az előbb még Schindlernek. Ez kevés lesz így, nem tudja visszavenni. Ugye a Humphrey 110-es átlaga gondolom az a legmagasabb eddig a tornán. Ugye azt majd megnézem? Igen, azonnal mondom. Azt a meccset nagyon nehéz lesz fölülmúlni. De igen. Ugye? Igen. Hát a közben nagyon lemaradva. Ebből most valószínűleg nem lesz break, 100, nincs kiszállón. És Ratajszkinek volt a 107,37, ami az még az első nap, ugye? Ha jól emlékszem. Igen. Igen, délután. Igen. Most már jönnek a triplák Hetánál. 180! Így viszont ott a teher. Dupla 16. Ez most jó kívül van. Az jó belül van, dupla 8. Nem jó. Az is kívül. Csak csípi a drótot, és így Heta meglepheti. Erre nem sok jel utalt még az előbb. Nagyon jó, dupla 18. Ott van benne, 3-3. Elhallgattatja a helyi publikumot. És hát parád és a kiszállózás, a 60%. Hát úgy tűnik, hogy ez a pünkös, de ez jót tett a dárc játékosoknak is, mert tényleg elképesztő a színvonal eddig. És erre egy egyessel kezd. Ez csak úgy a gyereknap kedvéért. Megmutatni a kiskorúaknak. Na, ilyet is tudok. Igen. Te is ezt megpróbálhatod. Itt is el lehet találni a táblát, igen. 100. Igen, a Schindler kiszállózás az nem annyira jó, ez 27%. De hát ez a 60% a csodaszép. A Hetától, amit idáig elővezett. Ugye, aki tovább jut, az már 8500 angol fontot fog kapni. Kieső az 6000-et. 180! A 180-adik 180-at láttuk az imént. Hát itt még a negyed döntőkön meg lesz a 200 valószínűleg. Hát könnyen megtörténhet. Heta, tripla-duplával megoldható, így dupla-duplával, és mivel 170-en van, Schindler megpróbálja, de nincs meg. Marad a 40. Big Fish. A Fun Fame már dobott egy ilyet a tornán.
Schindler nem. Csak 60 pont, ez kevés lesz így. Dupla 20. Jó marker. Az már nem annyira. És nincs benne. 110. Tripla 18. Nem, maradt a tripla 20-on. Hát, csak az utolsóra jött egy tripla, de ez késői. Megint vissza az Ausztrálhoz, dupla 20. Ott benne van. 4-3. Igen, most nagyon pipa lett Schindler. 180! Ragyogóan kezdi ezt. Mind a két félnek 3-3, 180-asa van. 100 plusz, sokat tekintve, nem kiszállóról beszélek, hanem tömegről, 9-6 hetának. Ötös. 20-as, ezért nagyon kár ezért a körért. 45 csak! Breki? Béka jelmez volt? Béka jelmez volt, igen. Béke jelmez. 100. Igen, ez a Varta Zsolti kedvence, a hotdog. Ez nagyon szellemes. Gyártatok neki egyet az asszonyra. Ez jó. 59. Martin McQuire, tripla tizet akart, és átment így a hatosba. De bőven van még ideje, mert 263 az egyáltalán nem kiszálló. 3 nyillal. Kéne egy tripla. Jött azért 93, itt 170 marad. Dupla 20. Visszavághat a német. Vissza is vág. 4-4. Így most hozzá a sajátját. Megyünk tovább. Száz nyolcon! Így ebben vezet 4-3-ra. Heta, a mérkőzés állása 4-4. 105 fölötti átlaga van, vagy volt Schindlernek, mert ez egy gyengébb kör. Ebből a szempontból megjelenti ellenfelét. Hát a 9. legben már nagyon, nagyon komolyat nem változtat, ha csak nem 3-at vagy 15-öt dob. Íme a jelenlegi tömegek, az a 125-ös első 9 nyíl, az nagyon meghatározó. Végre elérték azt a játékosok, hogy a saját legiket tudják rendesen menedzselni. 95, a saját kezdésű legiket. 92-re, egy 9 nyíl után már rádobhat Heta. 72. Maradt fönn tripla 20-on? Maradt fönn tripla 20-on. Érdekes. Hát akkor... Még egy 20-as. 32-t hagy. Így nem tud brékelni Schindler. 57. Dupla 16. Benne van 5-4. Schindlernek hasonló a feladata, mint Price ellen. Ugye 4-5-ről kéne fordítania. Ugye itt is még a negyed döntőben 6 nyertlegig mennek. Tehát egyszer mindenképpen kellene brékelni a győzelemhez. Jó kezdhet a is. 3-2 is vezetett a német. 180! Feladja a leckét Schindlernek. Száz. Hát ilyen majdnem százasokkal nem biztos, hogy bevickél. Schindler. Hatvan.
Nagyon jó az a tripla 18. Másik, mert nincs ott, átkerülni tripla 20-ra. Az viszont nagyon szépen, 170 marad Schindlernek. Nem volt még 100 pluszos kiszálló ezen a mérkőzésen. És Schindlernek egy 50-es a legmagasabb. Vissza tripla 20-ra. Minél mélyebbre kell, őnek is 170 marad. Érdekes helyzet. Big fish-ek jöhetnek. Szoktunk 170-ezni. Nem lesz meg. Marad fönt. Ezt már egyszer megpróbáltam a Schindler. 94. És akkor is, ha jól emlékszem, a harmadikra jött a tripla. Hetának hogy néz ez ki? Nem jó. Mudaj kiemelte. Ő is maradt fönt. Ő is átvált 18-ra. Ő neki nem jön, ő neki 112 maradt. Igen, egy hajszányi vagy gyengébb volt ez így. Schindler az 5-5-ért. 16. Vagy dupla. És dupla 12. Megvan benne! 5-5 és megint döntő leg, akár csak a Price meccsen. És Schindler ebben általában jó. Egyetlen egy döntőleges mérkőzésük volt. Pontosan tavaly és ugyanitt, és ez Damon Hatta nyerte. Fú, lehet, hogy a történelem ismétli magát. És akkor is a negyed döntőben? Igen, igen, igen. Hú, de érdekes helyzet. Hát most a gyengébb idegzetűek elfordulnak. 180! Az igazi profi ilyenkor nyújtja a tudása legjavát. Jön az ausztrál is, egy triplája már van. 140. Van még egy, 140 bizony. Fej-fej mellett. Annyi, hogy hát már eldobta a második körét. Igen, 3 nyíl előnye van Schindlernek. De csak 58 a dobás. Hatta replikázhat erre egy út. Alul jön a tripla. Még egy? Még igen. Egy bizony, 134, nagyon szép. 184 marad így Hattának. Kellenek a triplák Schindlernek, legalább 2 egy körön belül. Egy már van. Levált, és ott nem jön. 164 maradék. Az is kiszálló, de hát Hatta kényelmes helyzetbe kerülhet, ha itt most jót dob. 140-44-re, nagyon szép. De jó idegei vannak. Schindler 164. Nem jó. Csak kerekíteni tud. De az jól teszi. 60-ra. Hatta nagy esélye. Óriási fütykoncert. Benne és van!